Sziasztok! Elég rég jelentkeztem már fészbontóval. Idestova egy hónapja volt az utolsónak a felvétele, azt még egy görög hajón készítettem, hogyha valaki emlékszik rá, ugye útban voltunk, illetve úton voltunk hazafelé. Egyszerűen annyi munkánk volt júliusban és augusztusban is nagyon sok van, hogy nem volt időm arra, hogy nekiálljak egy újabb fészbontónak az elkészítésének, viszont közben gyűjtöttem folyamatosan az anyagokat, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk is bele! Tehát, így változik a rezsicsökkentés, az átlagfogyasztás villanynál, stb. Ugye most ez a legfőbb téma Magyarországon, hogy mi mennyibe kerül. Ugye egy csomó mindent olvashatunk, tehát én megnéztem egy másik ilyen anyagot is, és ott azt írja a bejegyzés, hogy összehasonlították az európai, nem is az európai, hanem a közeli, nem csak a közeli városokat, hogy hol mennyibe kerül egy köbméter lakossági gáz forintban számolva, és Pozsonynál 223 forint, Bukarestben 265 forint, Zágrábban 220 forint, Belgrádban 138 forint, Párizsban 451, Berlinben 588 forint, Brüsszelben 517 forint, és Magyarországon 747 forint. Hát nem tudom, hogy milyen rezsicsökkentésről van szó, hogyha ezek az árak így igazak, és hogy mit propagál a kormány, nem tudom, hogy mennyi idő kellene ahhoz, hogy a magyar lakosság fölébredjen, és azt mondja, hogy hát most már elég volt abból, hogy minket hülyének néznek. Ugye állítólag 5-szer olcsóbban kapjuk az orosz gázt, állítólag a paksi atomerőmű a magyar lakosságot el tudná látni, legalábbis a civil lakosságot, tehát nem az üzemekről és gyárakról és ipari felhasználókról beszélünk, hanem az emberekről. Tehát a paksi atomerőmű bőven el tudná 12 forintos árammal például látni a lakosságot, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek hátterében van a kormány részéről egy elég gusztustalan propaganda, másrészt, hogy már amennyiben ezek tényleg valós számok, másrészt pedig itt valakik iszonyatosan nagy pénzt tesznek el zsebbe, mert nyilvánvaló a közvetítő cégek, akik benne vannak ebben a láncban, azok hihetetlen pénzeket akasztanak így le a mi kárunkra, az emberek kárára, és ezek a pénzek nyilvánvaló, hogy valahova vándorolnak. No, lépjünk is tovább, ez egy érdekesség, amit találtam, hogy ez is a Facebookon volt, hogy a világűrből nézve a vasútvonalak, a tengeri kikötők, a városoknak a fényei, illetve az utak és a repülőtereknek a fényei láthatók. Ez tényleg csak egy ilyen érdekességként akartam itt megosztani. No, aztán találtam egy ilyen bejegyzést, hogy a fekete gazdaság kifehérítése, és a szöveg az így szól. Hello, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, miben segíthetek? Elromlott a bejárati ajtónk zárja, meg kellene javítani. A lakásajtóról van szó? Igen. Wertheim? Igen, arról van szó. Semmi akadálya, fél óra múlva ott leszek. Mennyibe fog kerülni? 5000 forint a kiszállás, 3500 lesz a zár, ha cserélni kell, és 2500 forint a munkadíj, szóval összesen 11000 forint. Nettó vagy bruttó? Az mindegy, mert áfamentes vagyok, azt mondta lakás, nem magánszemély tetszik lenni. Én az vagyok, de ebben a lakásban a cég irodája van, szóval számla is kellene. Az baj. Én ugyanis katás vállalkozó vagyok, csak magánszemélyeknek tudok számlázni. De ha így nem jó, akkor tudom ajánlani az árjavító Kft-t, náluk dolgozom másodállásban. Ha tőlük rendeli meg az árcserét, akkor is én jövök, viszont így áfás számlát is tudok adni. Cégeknek is. Így nettó 71 000 forint lesz, és körülbelül egy hét múlva érkezem. Egy hét múlva?
addig nem maradhat nyitva az iroda. Semmi baj, sürgősséggel megoldható még ma, mindössze nettó plusz 25 ezer forint a sürgősségi felár. De hát az már majdnem 100 ezer forint. Nem lehetne olcsóbban? Dehogy nem. 11 ezer és nem adok számlát. Rendben, siessem. Tehát ugye ez jól példálozza mondjuk a katás vállalkozók és a különböző céges vállalkozási formáknak a költségeit, illetve az, hogy mi milyen áron történik. Én ugye személyesen érintett vagyok a katás dologban, erről készítettem egy külön videót, ami megtalálható a csatornán. Most úgy áll a dolog, hogy vissza fogom adni a vállalkozásomat Magyarországon, és ott nem fogok adót fizetni, hanem majd Romániában fogom ugyanezt megtenni, de ez egy másik történet. No, előszeretettel kering a neten, főleg Fidesz szimpatizánsok körében, illetve az ő részükről Mészáros Lőrincnek a jótékony cselekedete, illetve a jótékony cselekedetei. Ezt a képet is ott találtam, hogy hát így lehet lölőzni, mert 100 millió forintot adott a bicskei tűzoltóságnak, 100 milliót nehéz helyzetben lévő családoknak, 70 tonna élelmiszert, rászorulóknak, és aki tételesen felsorolja, hogy kinek mennyi apró pénzt, mert ugye itt ezek nekünk, egy átlag embereknek egy 100 millió forint, egy 120 millió forint, vagy egy 1000 millió forint váltságkezelésre ez ugyan soknak tűnik, és még ott a képnek a végén ott látható, hogy ráadásul több tízezer embernek ad munkahelyet, és biztosabban kifizeti az alvállalkozóit. Na most én utána néztem, hogy Mészáros Lőrincnek a korrupció által és a különböző susmusok, mutizások által Európai Uniós pénzek elsibolása és az adóforintok elsibolása által, mert nyilvánvalóan senki ne gondolja, hogy egy vidéki gázszerelő egyik pillanatról másikra csak úgy az ország egyik leggazdagabb embere tud lenni politikai hátszél nélkül, vagy mutizás, vagy tisztesség nélkül, vagy tisztességes úton. Na mindegy, az egy másik téma. Lényeg az, hogy Mészáros Lőrinc vagyona 488 ezer millió, tehát 488 milliárd forintra tehető. Ha ezeket összeadom, ezeket az összegeket, amik itt felsorolásra kerültek, akkor szűken 2 milliárd forintról beszélünk, és nyilvánvaló, hogy ez is úgy történik, hogy Mészáros Lőrinc nem a saját eszéből találja ki, hogy hát nekem ennyi pénzem van, akkor én majd ilyen jótékony ember leszek, és adakozok, hanem megmondják nekik azok, akik ezekhez a pénzekhez hozzájutották, hogy hát Lőrinckém azért adakozzál, mert a médiában milyen jól mutat az, hogy a 12 milliót adtál a vízimentőknek, és 37 milliót az SMA beteg gyerekek felépülésére, meg még tudom én, tehát ilyen tényleg ilyen apró pénzeket. Tehát még egyszer mondom, 488 ezer millió forintra taksálják a vagyonát Mészáros Lőrincnek. Nyilvánvalóan ez nem mind készpénzben van, hanem különböző szállodák és a többi értékében. De akkor is ez a 488 milliárdból 1,2 vagy 2 milliárdot adakozni, szerintem ez nem olyan nagy dicsőség, ráadásul úgy, hogy ez a pénzhez nem a véres verejtékével és a tisztességes munka útján jutott hozzá, hanem egyszerűen ő egy stróman. És akkor itt van még ez a több tízezer embernek biztosít munkahelyet, hát ez megint egy olyan dolog, hogy ugye kapitalizmusban élünk, hogyha valaki létrehoz egy munkahelyet, és ott embereket alkalmaz, akkor ezeket az embereket nem jótékonyságból alkalmazza, hanem azért, hogy növeljék az ő profitját. Tehát ez a tízezer ember, aki neki dolgozik, mindenképpen azért dolgozhat neki, hogy az ő profitját, illetve a hátterében mögötte álló érdekcsoport, vagy nem tudom kiknek, akinek ő a strómanja, a profitját növelje. Tehát felejtsük már ezt el, hogy lölő az ilyen faincsávó, hogy jaj, mennyi mindent ad, hát ne haragudjon a világ, hogyha mondjuk nekem van, mit tudom én, kirabolok egy bankot,
és elhozok onnan 100 millió forintot, és utána adok 100 ezer forintot az utca sarkon álló koldusnak, akkor ne legyek már ennyire faincsávó, hogy én jótékony vagyok, mert 100 ezer forintot adtam a 100 millió elrabolt forintból. Tehát százszónak is egy a vége ezzel a hírrel kapcsolatban. Mindenképpen picit gondolkodjunk már, egyrészt nézzük meg az arányokat, másrészt gondoljunk bele ennek a mögöttes dolgába, hogy Mészáros Lőrinc nem egy ilyen szenté avatandó ember ebben a történetben, mert a vagyon szerzése az enyhén szólva is kétséges a tisztesség szempontjából. Na menjünk tovább. Ugye ez már egy régebbi hír, hogy havi 5000 forint lehetne a tömegközlekedési bérlet az egész országra kiterjedően. Hát ez nagyon jó hangzana, hogyha vonatokon, buszokon, metrón, villamoson, mindenhol az egész országban vennél egy 5000 forintos bérletet, és mindenhol egy hónapig utazhatnál azon. Csak hogy ez nem valósult meg azóta sem, igaz, hogy ez már legalább egy két hónapos hír. És itt tenném hozzá, hogy Tallinnban 2013 óta, tehát 9 éve teljesen ingyenes a tallini polgárok számára a tömegközlekedés, és Tallinn nem egy Svájc, nem egy ilyen nagyon-nagyon fejlett nyugati ország, hanem Észtországnak, egy volt szovjet utódállamnak a fővárosáról beszélünk. Sőt, Tallinnban ugye az egész országban a diákok számára ingyenes a tömegközlekedés, az egész ország ingyenes wifi hálózattal van lefedve. De mondom, szerintem ezzel meg lehetne békélni, ezzel a havi 5000 forintos országos szintű bérlettel, csak hát kétségeim vannak azt illetően, hogy ezt bevezetik-e. És hogyha már az előbb Mészáros Lőrinc példáját említettem, akkor az M4 Sporton olvastam Sadio Mané történetét, ő mindent megtesz a szülőfalujáért, szenegáli származású focista, és egy 2000 fős település származik Szenegálból. Ő a saját pénzéből, tehát ugye nem Mészáros Lőrinc féle módon megkeresett pénzéből, hanem nyilvánvaló sztár labdarúgóként kapott pénzéből 530 ezer euróért, vagyis 210 millió forintért kórházat építetett, 99 millió forintért, most itt átszámolva értendő, iskolát építetett a szülőfalujában, minden családnak 27 ezer forintnyi összeget ad havonta a szülőfalujában, biztosítja a 4G-s internetet, és ezen emellett még benzinkutat és postát is építetett. Tehát itt van az, hogy egy ember, hogyha nyilván ehhez kell ahhoz, hogy ő sztár focista legyen, és tényleg nagyon sokat keressen, de hát itt nem fér kétség ahhoz, hogy lehet vitatni azt, hogy egy labdarúgó megérdemele annyi pénzt a mai világban, amennyi pénzt keres, akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten, de ahhoz nem fér kétség, hogy a jelenlegi ismereteink szerint, a jelenlegi rendszerben ez a pénz, ez tisztességesen megkeresett pénz, tehát Mané a részemről, vagy az én szememben sokkal szimpatikusabb, mint mondjuk Mészáros Lőrinc. Ugye Novák Katalin lett az új magyar köztársasági elnök, Bólogató Jánosunk helyett Bólogató Katika lett. Nemrég, pár héttel ezelőtt jelentette be a hírt, miszerint idén elmarad a beígért Erzsébet utalvány, és a következő szavakat mondta: minek is kapnának plusz juttatást a nyugdíjasok, amikor úgysem tudnák mire költeni. Katikám, hát ezt komolyan gondolod? Ők azok, akik egész évben spóroltak, hogy legyen pénzük az év végére is, használják ki az akciós termékeket, hisz ilyenből rengeteg van, egyébként is megtörténtek a nyugdíjemelések, nincs pénze a kormánynak felesleges kiadásokra. Nem tudom ennek a forrását, és hogy valóban ezt mondta, de hogyha ezt mondta, akkor ez nagyon szomorú. De hát ez a szomorúság, az, hogy ez nagyon szomorú, ez engem nem lep meg, hát a Fidesz az folyamatosan ezt csinálja, amióta hatalomra került. Ugye semmi kétség nem fér ahhoz, hogy Novák Katalin is a Fidesz embere. Volt valakinek a bejegyzése, hogy visszavezetném a kötelező katonai szolgálatot férfiaknak, nőknek egyaránt. Nőknek ugye nem volt katonai szolgálat, csak gondolom háborús időkben kellett különböző feladatokat vállalniuk, tanuljanak rendet, fegyelmet. Ezt azért ragadtam ki, mert erről nekem is megvan a véleményem, ugye sokszor mondják sokan, hogy
mai fiatalságnak hasznos lenne egy olyan intézmény, mint mondjuk a kötelező sorkatonai szolgálat intézménye volt. Én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy évig sorkatonaként szolgáltam 92 és 93-ban, 92. szeptembertől 93. augusztusáig, pont ugye 30 éve vonultam be augusztus végén katonának. Semmi értelme nem volt olyan szempontból, hogy persze lőttünk, meg mit tudom én, meg fegyelem, meg összetartás, ebből a szempontból volt értelme. Én sok évvel ezelőtt megfogalmaztam azt az emberiség.hu 99 pontot, amiben erre a kérdésre is kitérek, és az a véleményem, hogy igen, kellene a fiataloknak valamilyen szervezett formájú, és szándékosan kerülöm a sorkatonai szolgálatot, de a szolgálat szó az lehetne, tehát valami szervezett formájú szolgálat az érettségi után, mondjuk egy fél éves, vagy nem tudom mennyi időszakra vonatkozó, ahol nagyon-nagyon sok mindent megtanulhatnának, amit az életben például hasznosítani tudnának, illetve ugye emlékszünk arra, hogy árvizeknél különböző katasztrófa közeli helyzetekben a Magyar Honvédség az elég sok mindent tett az országban, építkezésen, vasútépítéseken dolgoztak a katonák, meg mit tudom én, miket csináltak, tehát egy ilyen egyfajta fegyelemtanulás, vagy rendszertanulás, vagy bárminek a megtanulása, az biztos jót tenne, és tényleg fél év, egy év nem olyan nagy idő, bár én annak idején ezt katasztrófaként éltem meg olyan szempontból, hogy tényleg fölösleges volt az ott eltöltött idő, mert semmire nem volt, semmit nem ért. No, menjünk tovább. Gyermekkorom legnagyobb tévedése, hogy azt hittem, a délutáni alvás egy büntetés. Na, tegyük a szívünkre a kezünket, ez valóban így volt, hogy amikor szívesebben játszottunk volna, vagy ezt csináltunk volna, azt csináltunk volna, akkor az objó le kellett feküdni, és néha kínszenvedés volt elaludni, de azért az alvás milyen jól esett, és milyen kábán ébredtünk föl. Most felnőttként az más kérdés, hogy én megtehetem, mert ugye vállalkozóként magam osztom be az időmet, és úgy dolgozom, ahogy én nekem éppen kedvem van, tehát én sokszor szoktam ennek a lehetőségével élni, és délután egy jó kis alvást megcsinálok, vagy hogy mondják, délután alszom egy jót időnként, akár télen, akár nyáron. Brit tudósok megállapították, hogy a galaxis visszafelé szikszalag. Ez csak tényleg egy poén a magyar nyelvnek az érdekességére hívja fel a figyelmet. No, Amerika neked bejegyzése, 109 évvel ezelőtt ezen a napon 56,7 Celsius fokot mértek, ami azóta is rekord az Egyesült Államokban, és virágtenger borította a halál völgyet, a Föld egyik legszárazabb területét. Tehát sokszor olvasunk, vagy hallunk a hírekben olyanokat, hogy megdőltek 1920-as évekbeli, 40-es évekbeli, vagy akár régebbi meleg rekordok is a Földön. Én nem mondom azt, hogy nincs időjárás, globális szintű időjárás változás, vagy felmelegedés, hiszen a bőrünkön érezzük, hogy ezen a nyáron főleg, amikor két hónapig semmilyen eső nem volt, és tényleg meleg van, asszály van, nincs víz, és a többi, de mi volt 109 évvel ezelőtt az ok? Tehát, hogyha akkor nem volt ilyesfajta emberi tevékenység, ugye 2022, 2012, vagy 1922, 1910-es évekről beszélünk, ezzel sokszor tényleg felkapom a fejem, hogy már akkor is voltak meleg rekordok, amik most dőlnek meg. Én nem tagadom a globális felmelegedést, mert mondom, a saját bőrünkön érezzük, látjuk azt, hogy alig van tél, alig esik a hó, itt Székelyföldön is, melegek viszonylag melegebbek a telek, a nyár sokkal melegebb, de hogy ezt az emberi tevékenység váltaná ki nagy mértékben, azzal nem nagyon értek egyet, ugyanis ez is ilyen hullám
szerkezetű ez a, van felmelegedés, leülés, felmelegedés, és sokkal inkább a naptevékenységnek, vagy a Föld-nap távolságának köszönhető, hogy ezek az időjárási változások életbe léptek, vagy megvannak. Székelyhon a tervezett uniós pénzből vitelezik ki. Kaparni szoktam magam, amikor önmagukat újságírónak valló emberek, vagy gondoló emberek annyira magyartalanul fogalmaznak az interneten. Tehát itt is elmagyaráztam egy kommentbe, hogy az alapszó nem a vitelezés, hanem a kivitelezés. Itt ezt úgy lehetett volna szerencsésen megfogalmazni, hogy a terv kivitelezését uniós pénzből oldják meg. De ez a vitelezik ki, és tényleg csak azért ragadtam ki ezt a konkrét példát, mert mondom, számtalan szó találkozom azzal, és nem is tudok szó nélkül elmenni mellette, hogy amikor önmagukat hivatásos ilyeneknek mondó emberek ilyen hibákat vétenek, akkor egy picit elgondolkodom, hogy a mai médiumok, mai média milyen szinten van, tehát tényleg akkor már bárkiből lehet újságíró. Érdemes fenntartásokkal kezelni az orosz minisztérium közleményeit, mert általában semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatnak, írja a Telex, ugye, aki köztudottan ukrán barát, orosz ellenes. Az oroszok azt állítják, hogy szétlőttek két amerikai fegyverekkel teli hangárt. Ebből nekem két dolog jutott eszembe, hogy egyrészt vélhetően ilyenek történnek, hogy az oroszok szétlőnek amerikai fegyverekkel teli raktárakat Ukrajnában. Másrészt az ukránok, vagy az ukrán média, vagy az oldal is rendszeresen hazudik ezt, azt, amazt, és már kínomban már nevetek, vagy nem is kínomban, kacagok azokon, hogy Zelenszky időnként miket nyilatkozik, hogy most már mindjárt megnyerjük a háborút az oroszokkal szemben, és így meg úgy, és akkor nézem, hogy úristen, ez melyik valóságban él. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a fegyverekkel kapcsolatban és a háborúval kapcsolatban, hogy hihetetlen erőforrásokat pazarol el mindkét nagyhatalom, vagy minden nagyhatalom, meg minden fegyvergyártó, amiből rengeteg sokkal jobb dolgot lehetne megvalósítani. Most arról nem beszéljünk, mert az is elég nagy probléma, hogy emberéleteket követel egy-egy háború, és tragédiákat okoz nagyon sok családnál. Az egy másik vetülete, de az, hogy ugye a Földön, a világban bőven lenne helye nagyon sok, nem is pénznek, hanem erőforrás felhasználásnak, hogy jobbá tegyük sok milliárd ember életét. Ehelyett fegyvereket gyártunk, és azokat egymásra lődözzük, meg felrobbantjuk. Hát, itt tart az emberiség még ma is. Csoma Botond az RMDSZ képviselői közül egyedüliként szavazott nemmel a vadászati törvénynek arra a módosítására, amely megengedte a vándor madarak tömeges lemészárlását. És Csoma Botond véleményét kikérték, ő azt nyilatkozta, nem értek egyet azzal, hogy egyesek szórakozásból vadásszanak. Na, ezt is azért hoztam el ezt a hírt, mert Oké, külön kell kezelni azt, amikor vadgazdálkodás folyik, és a vadászok nem feltétlenül azért mennek, hogy állatokat gyilkoljanak passzióból, hanem tényleg egy ilyen szabályozás folyik mondjuk az erdőkben, de azt mélységesen elítélem, amikor emberek sportból, puskával a kezükben csapatosan elmennek X helyre, azért, hogy különböző állatokat gyilkoljanak le, még csak nem is azért, hogy a saját problémáikat megoldják, mert mondjuk éppen nincs mit enniük, és akkor muszáj elmenni vadászni, szó sincs erről. Itt tényleg arról van szó, hogy vannak olyan lelkületű emberek, akiknek az okoz örömet, hogyha egy puskával egy védtelen állatot le tud mészárolni. Mert hogyha az állatnál is puska lenne, és vissza tudna lőni, akkor azt mondanám, hogy oké, ketten menjetek ki az erdőbe, azt vadásszátok le egymást, és aki győz, az majd az lesz a jobbik, és az örülhet, de így ez nekem mindig is nagyon unszimpatikus volt. No, ugye, BRICS, sokan ismerik ezt a kifejezést, Brazília, Oroszország, India,
C az Kína, S az pedig South Africa, tehát Dél-Afrikai Köztársaság. Létrejött ez a szövetség néhány évvel, talán már évtizeddel ezelőtt is, és most, hogy az oroszok ellen különböző szankciókat kezdtek el kivetni a bizonyos országok, így Törökország, Szaúd-Arábia és Egyiptom is jelezte, hogy inkább a BRICS országokhoz csatlakozna, és van, azt hiszem, még talán Argentína is, meg egyre több ország jelzi azt, hogy köszöni szépen, nem kér az Egyesült Államok serifkedéséből a világban, illetve a mögött álló gazdasági hatalom erőszakjából, vagy erőszakából, és inkább csatlakozik egy olyan szövetséghez, ahol másféle tagságként tekinthet majd a önmagára. Ezt is érdekességként találtam. Ha Magyarországnak lenne atombombája, magára dobná. Ugye ez egy szomorú vicc, talán nem is vicc, sőt egy régi vicc jut eszembe erről. Ezt az egyik könyvembe is beleírtam annak idején, az valahogy így szólt, hogy lent a pokolba valaki látogatást tesz, és az ördög szeretettel körbevezeti az illetőt, és mutatja a különböző üstöket, ahol a lelkek, vagy az emberek, vagy mit tudom, mik ott fornak benne, vagy perzselődnek, vagy nem tudom. És odaérnek az elsőhöz, és két gépfegyveres őr áll a mellette, és kérdezi, hogy hát ez mi? Hát ebben az oroszok vannak, ők csak az erőszakból értenek, azért van a két fegyveres őr, hogyha valaki ki akarna mászni, és meg akarna szökni innen, akkor azt lelövik. Értem. Jó, mennek tovább. A következő üstnél egy tábla ki van téve, hogy kimászni szigorúan tilos. Nincs fegyveres őr. Jó. Kérdezi, hát ez? Ebben a németek vannak, a német az egy nagyon precíz nemzet, ők nagyon betartják a szabályokat, ki van írva, hogy tilos, akkor ők ezt betartják, és tilos, és akkor itt nincs szükség erre. Jó, mennek tovább, találkoznak egy harmadik üsttel, se fegyveresőr, se tábla, semmi, és senki, és ott fornak benne, vagy ott szenvednek benne a lelkek, és kérdezi, hát itt mi a helyzet? Hát ebben a magyarok vannak, és hát nem kell fegyveres őr, nem kell tábla, mert ha valaki megpróbálna innen kimászni, a többiek úgyis visszarántják. Ugye amikor hallottam ezt a viccet, akkor hát egyrészt mosolyog is az ember rajta nyilván, mert ez egy vicc, de azt látjuk, hogy ez a szomorú valóság, és nem új keletű, hanem ez egy nagyon régi dolog, és ez a kis bejegyzés a Facebookon nekem is ezt a viccet juttatta eszembe. Úgy tűnik, a konstancai érsek tényleg jobban van a magasabb körökkel, kapaszkodjanak meg, írja a főtér.ro. A konstancai ortodox érsekség szerint az Úr meghallgatta az esőért esedező imákat. Ugye ezen ateista ember, vagy aki távolabb áll a hittől, az jókat kacak, hogy esőért imádkozni, és a balgák azt gondolják, hogy majd akkor eső lesz. Viszont aki egy picit hisz, vagy jobban hisz, vagy picit spirituálisabb beállítottságú, azoknak ez mást jelent. Én annak idején az előadásaimon is példaként hoztam az emberi gondolatnak a teremtő erejét, amivel sajnos, vagy nem sajnos, manapság egyre kevesebb, illetve nagyon kevesen számolnak még, nagyon kevesen veszik komolyan, és ott az indián esőtáncot hoztam föl példaként az előadásomban, amin ma embere szintén azt gondolhatja, vagy jókat mosolyoghat rajta, hogy hát az indiánok kimentek a mezőre, esőtáncot jártak, és akkor azt gondolták, hogy akkor ettől majd elered az eső. Én vallom, és hiszem, hogy igen, mert nem csak az egyéni gondolkodásnak, az egyéni imának lehet teremtő ereje, hanem egy kollektív gondolkodásnak, tehát amikor sokan imádkoznak ugyanazért, sokan hisznek ugyanabban, akkor sokkal erősebb ez a teremtő erő, tehát egy kollektív teremtő erő sokkal több dologra, jó dologra lehet képes,
Amit mondom, manapság már nem foglalkozunk ezzel a részével a dolgoknak. Anasztázia is elmondta, hogy a világon a legerősebb energia az emberi gondolat energiája. Gondoljunk csak azokra, akik képesek önmagukat meggyógyítani, vagy szabályozni a testük működését. Nekünk is van egy barátunk, akinek néha időnként nagyon-nagyon magas a vérnyomása, vagy a cukorszintje, vagy bármi, és akkor egy pár órás meditálással ő ezt képes önmaga levinni, mérhető módon. Tehát mondjuk magas volt a cukra, levitte a cukrát, magas volt a vérnyomása, meditálással egyszerűen leviszi a vérnyomását. Tehát, hogyha innen indulunk ki, akkor a konstancai érseknek a kifigurázása, vagy az nem olyan jó ötlet, mert lehet, hogy neki van igaza. Nézzük, hogy mi történt. A GDP tekintetében Romániát két egykori szocialista EU tagország előzi csak meg, Lengyelország és Csehország, tehát nem Magyarország. Az élen továbbra is nyilván az Egyesült Államok és, és Kína van. És érdemes lenne egy GDP kontra korrupció arányt is látni, vagyis hogy ebből mennyit lopnak el mondjuk akár Romániában, Magyarországon. Ez csak ezért hoztam ide, hogy oké, hogy a román GDP az nagyobb, mint a magyar, de a korrupció is, hát mondjuk Magyarországon is elég nagy, meg Romániában is, Csehországban nem tudom milyen a korrupció, Lengyelországban sem, de szerintem a két országnál mindenképpen kisebb, ha csak a Transparency International jelentéseit vesszük alapul. Václav Havel intelme Orbán Viktorról 2002-ben, ha ez az ember még egyszer hatalomra kerül, Isten legyen irgalmas Magyarországhoz, de Európához is. Hát, is-is, részben egyetértek vele, részben nem, mert akármennyire is Orbán ellenes vagyok, és erről gondolkodtam, hogy Orbánról csinálok egy külön kis videót, mert sokan engem Orbán fóbiásnak, meg Orbán gyűlölőnek tartanak. Nem vagyok Orbán fóbiás, én azt nem szeretem, amit ő képvisel, de az igazságérzetem megköveteli azt, hogy elmondjam és kimondjam sokszor azt, hogy bizonyos intézkedéseivel maximálisan egyetértek az Orbán kormánynak, és ugye Orbán kormánynál általában Orbán Viktor áll az a komolyabb intézkedések mögött, tehát nem egy közösség hozza meg a döntéseket, tehát nyilván vannak tanácsadói, meg mit tudom én, mindenhez ő se érthet, de például ahogyan ezt az Oroszország elleni szankciókat, vagy a háborús dolgokat kezeli, az nekem kifejezetten szimpatikus, és egyet értek vele. Noha, ugye az első bejegyzés az arról szólt, hogy mennyibe kerül a gáz mondjuk Magyarországon, és mennyibe Romániába, Brüsszelbe, Európába és más helyeken, úgyhogy hát ez is ilyen kettős, kétes dolog. Novák Katalin aláírta a Kata kiherélését, 65 nap kellett neki ahhoz, hogy elveszítse elnök jellegét, szégyen. Hát nem kellett hozzá 65 nap, tehát Novák Katalin, amikor köztársasági elnök lett, az első pillanatban tudtuk, már akkor, amikor felmerült a neve, hogy ő egy ilyen bábelnök, vagy ilyen kirakati bábú, mert nem rendelkezik önálló jogkörre, persze jogilag ugye megvannak azok a lehetőségei, amikkel ő élni tud mondjuk a kormánnyal szemben, de mivel abszolút a Fidesznek az embere, ezért nyilvánvaló, vagy megmondják, vagy sugalják neki, hogy mit kellene, mit nem kellene. Én egyébként támogatnék egy olyan rendszert Magyarországon, ahol a köztársasági elnök tényleg független, nem az országgyűlés választja, hanem az emberek választják meg, és tényleg mindenek felett áll, tehát a kormányok, meg ellenzék, meg minden felett, és egy erős jogi méltóság lenne, amely tényleg pártatlanul az emberek érdekeit képviselni, és nem pedig az éppen őt hatalomba juttató párt, vagy kormány, vagy
embereknek az érdekeit. Katáról tényleg több szót nem, Novák Katalinról még lehet, hogy lesz hír későbbiek során is. Nekem Novák Katalin nem Magyarország köztársasági elnöke, hanem Novák Katalin a Fidesz köztársasági elnöke. No, Kapos Szekcső 2022. július. Hát ugye gondolom nem találtak más táblát, ezért kénytelenek voltak ezt elővenni, hogyha amikor lezárták az utat, akkor hát le van zárva az út, tehát az, hogy hol akadály, nem hol akadály, tök mellékes, de ez is egy picit a Magyarország nevű bohóc tábornak az egyik momentuma. Ugye Zelenszkijről már egy-két mondatot mondtam, menesztette az ukrán főügyészt és biztonsági szolgálat vezetőjét. Hát, mondom nekem, az ukrán kormányról nem csak az én véleményem, hanem ezt igazából már Európában meg Amerikában is maximálisan tudják, hogy hihetetlen korrupt és fegyverszállítmányok tűnnek el, kerülnek a fekete piacra. Az, hogy Zelenszkij mit csinál, kivel mit csinál, szerintem abszolút nem mérvadó, mert egyre nyilvánvalóbb, hogy egyrészt egy bábfigura, másrészt pedig egy nagyon rossz bábfigura ebben a történetben. Volt NATO parancsnok, ez a háború úgy végződhet, mint a koreai. Azt mondjuk nem olvastam el a cikket, de nem tudom, kire gondolt, vagy kire gondoltak, hogy ez kinek a számára, Korea számára, vagy pedig az Egyesült Államok számára értendő, mert ugye ott a koreai háborúban az Egyesült Államok veszített. Itt most lehet, hogy Oroszországra gondolt, hogy majd Oroszország is úgy jár, mint az Egyesült Államok Koreában. Hát a dolgok nem így állnak. Nyilvánvaló, hogy Oroszországnak nem is célja az, hogy teljes Ukrajnát elfoglalja, hanem hogy egy olyan övezetet alakítson maga körül ki, ami az ő biztonságát nem veszélyezteti. No. Az Egyesült Államok írja, hogy a Kína nagy árat fog fizetni, ha segít Oroszországnak kijátszani a szankciókat. Hát én azt gondolom, hogy a Kína ezeket az árakat nem megfizeti, hanem inkább bezsebeli, ugyanis az ő gazdasága most már egyre erősebb, és hamarosan le is körözi az Egyesült Államok gazdaságát. Nem hiszem, hogy bármiféle fenyegetéssel hatást lehet gyakorolni mondjuk Kínára, hogy milyen döntéseket hozzon, és az utóbbi hónapokban is azt látjuk leginkább, hogy Kína inkább Oroszországhoz, már csak ha a BRICS-et veszük alapul, tehát inkább Oroszországhoz csatlakozik, vagy Oroszországgal van szövetségben, mint az Egyesült Államokban. Magyarországon ugye visszahívták az ukrán, a budapesti ukrán nagykövetet, Zelenszkijnek is sem felelt meg, Zelenszkijnek ő sem felelt meg, pontosabban fogalmazva, aki azt mondta a búcsúzáskor, hogy az oroszok nem állnak meg, és Magyarország lesz a következő. Tehát most komolyan ez most komolyan elhiszi azt, hogy ezt emberek el fogják hinni. Egy ilyen pozícióban lévő ember azt gondolja, hogy ha ő mond egy ilyen baromságot, akkor azt feltételek nélkül el fogják hinni. Még hogyha szó lenne is arról, hogy az oroszok mondjuk tovább mennének Ukrajnán, akkor nyilvánvalóan nem Magyarország, hanem... Szóval tehát számomra elég furcsa ez az ő kijelentése, hogy ezt hogy gondolhatta komolyan. No, a közép-indiai Vidarbha régió földművesei a gyenge termés miatt nem tudják visszafizetni a vetőmagra és műtrágyára felvett hiteleiket, és ezrével követnek el öngyilkosságot az indiai gyapot termesztők. Én szerintem ez nagyon szomorú hír, ezt a Transtelex írta, de nyilvánvaló, hogy nincs kétség a valóság tartamához. Sajnos ma egy ilyen világban élünk, hogy az emberiség létezése nem az együttműködésre, hanem a versengésre épül, és emberek jutnak el odáig, hogyha mondjuk gazdasági csődbe kerülnek, akár Indiában, vagy akár máshol, akkor az öngyilkosságot látják pusztán kiútként ebből a kelepcéből.
Hát nem tudom, mikor jutunk el emberiség szintjén arra oda, hogy ilyen fel sem merüljön, hogyha valahol nem tudsz mondjuk hitelt visszafizetni, vagy egyáltalán miért van szükség hitelre, hogy mondjuk gyapotot termesz, vagy zöldségeket, vagy élelmiszert állíts elő. Hát igen, egy ilyen világban élünk ma. Az Indiában nyilván sarkalatosan jön ki, Magyarországon is, ugye nagyon sokan lettek öngyilkosok annak idején a devizahitel visszafizethetetlensége miatt. Nem tudom, tehát ez számomra nagyon szomorú. Észak-Bihar megyei régióban kiszáradtak a patakok, csatornák is, Aszály-Biharban. A mezőgazdasági miniszter a saját szemével győződhetett meg a bajról. Hát igen, erről már beszéltem, hogy időjárásváltozás, globális felmelegedés nem feltétlenül annak köszönhetően, amit a média súlykol, de szerintem sajnos a következő években erre kell készülnünk, hogy még melegebbek lesznek a nyarak, még kevésbé lesznek hidegek a telek, még kevesebb csapadék lesz, mondjuk az asztrológiai előrejelzés is erre az évre, amit megnéztem talán január végén, vagy nem tudom mikor, vagy tavasz elején, nem tudom, azt mondta, hogy a vízzel lesznek problémák az idei évben, az idei nyáron főleg, vagy egyszerre nagyon-nagyon sok lesz belőle, és akkor árvizek lesznek, és a többi, vagy nagyon sok ideig nem lesz belőle, és akkor aszályok lesznek. Hát sajnos, ezt egyrészt én előre tudtam, hogy így lesz, másrészt ez tényleg be is jött. Orbán már készül a forradalomra, 144 milliárd forinttal emelte a katonák és a rendőrök fizetését, a tanárokét nem emelte. Ugye most olvastam egy másik hírt, hogy 13 ezer rendőr kimaradt ebből a fizetésemelésből, és hozzájuk ez nem jutott el. De olvastam egy másik bejegyzést is, ami azt mondja, hogy az a rendszer, amelyik a katonák és rendőrök fizetését emeli, nem pedig a tanárok, pedagógusok, vagy egyéb ilyen megbecsült, vagy megbecsülést kívánó, vagy elváró csoportnak a fizetését, az bizony közelebb áll a diktatúrához, mint a demokráciához, ugyanis egy jól működő országban kiművelt emberek vannak, gondolkodó emberek vannak, akik képesek a saját sorsukról dönteni, és képesek gondolkodni azon, hogy a hatalom mit tesz értük, vagy éppen ellenük, és Magyarországon ugye nem ez a folyamat látható, hanem az, hogy minél butább emberek legyenek, minél jobban megvezethetők. Itt nem sokat költenek az oktatásra, az oktatás minőségére. Nagyon sok a pályaelhagyó tanár, illetve azok, akik oda jelentkeznek, nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy gyerekeket tanítsanak. Ezzel szemben ugye nyilvánvaló, hogy egy rendőrség és egy katonaság fejlesztése arról szól, hogy a hatalom nem az állampolgárok érdekében, nem feltétlenül, sőt, jelen esetben sem az állampolgárok érdekében teszi ezt a fejlesztést, hanem a saját hatalmának megvédése érdekében. Úgyhogy hát ne kerüljünk oda, hogy egy ilyen chilei vagy görögországi, ugye fasizmus volt Görögországban is a II. Világháború után, szélső jobboldali katonai hunta került hatalomra, de hát sorolhatnánk még olyan országokat a világban, ahol akár a Franco diktatúráját Spanyolországban, ahol ilyen félkatonai diktatúra volt. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormánnyal nagyon könnyen belecsúszhatnánk egy ilyen szituációba, abban az esetben, ha eldurulna a nemzetközi helyzet bármilyen tekintetben, tehát akár katonailag nézve, akár gazdasági szempontból, és akár vírushelyzetetek, és most azt látjuk, hogy mindegyik jel sajnos ebbe az irányba mutat, tehát a gazdasági válság, majd visszajön megint valamilyen vírus, meg a közelben folyó háború. Ugye háború most jelen pillanatban Ukrajnában folyik, de most már lent a szerbek is mocorognak, meg a
koszovói albánok, ott is konfliktus övezet van, és ott már az oroszok jelezték is, hogy ha Amerika beszáll a koszovóiak oldalán, akkor az oroszok beszállnak majd a szerbek oldalán, és akkor kínai-amerikai konfliktus lehetőségéről, vagy hát nem csak lehetőségéről, hanem a valóságáról ne is beszéljünk, ugye Tájván környékén. Tehát ezek a... Ugye lehet annak, ú, de jó, hát a rendőrök több fizetést visznek haza. Persze, persze ennek a rendőrcsaládok meg a rendőrök örülhetnek, csak mindig érdemes egy picit a mögöttes dolgokat is megfigyelni, hogy mivel függ össze, milyen okokozati összefüggések vannak, és hogy mi miért és hogyan történik, és milyen más olvasata van egyes dolgoknak. Igen, ez egy pici kép, hogy Magyarország energiaellátását milyen arányban biztosítja. 49% biztosítja, 49%-at biztosít Paks, 27%-at a gáz, ez gondolom az orosz gázra értendő, 12% szén, és 11% megújuló energia, és ezen belül vannak részletező, de azt már nem tettem ide. Ugye az előbbi gondolatomban már mondtam azt, hogy Paks gyakorlatilag a teljes lakossági energiát tudná biztosítani 12 forint per kilowatt áron. Ezzel szemben ugye nem is tudom hány 100 forintba kerül egy kilowatt. Hát, bravo, ez mindig mindenkori hatalomnak a játéka, és jelen esetben ugye az Orbán kormány játéka. És itt ugye ugyanez a ehhez kapcsolódó, az MSZP frakciója vezetője kérdezte az országgyűlésben, hogy miért akarják 10-12-szeres áron eladni a lakosságnak a 12 forintos lakossági áramot. Hát, amíg az embereknek ezt le lehet nyomni a torkán, addig lenyomják a torkán, ugye tüntethetnek a kata miatt, tüntethetnek a rezsiáremelés miatt, de nincsenek elegen, nincs elég tudatos ember ebben az országban, akik tényleg kimennének, és hogyha kimennének több százezren, akkor lehetne változásokat elérni. Az más kérdés megint, hogy ha az Orbán kormány mondjuk egy ilyen módon megbukna, akkor kijönne helyette, és az mit csinálna, jobb lenne-e, avagy rosszabb. Hát nincsenek illúzióim, mert én azt gondolom, hogy jelenleg két rossz, egy rossz és egy rosszabb közül lehet választani. Ennyi. Román hír, hogy a legfrissebb adatok szerint 600 milliárd lej fölé nőtt az államadósság, és ez a GDP 50%-át közelíti meg Romániában. Ugye Magyarországon nem az 50%, hanem 70-80% körül van, úgyhogy Románia ilyen szempontból akár még azt is mondhatnánk, hogy milyen jól áll. Ugye nagyobb is a gazdasága, mert területileg is és lakosság számát tekintve is kétszer akkora ország, mint Magyarország, és láthatjuk, hogy az államadósága is kevesebb, mint Magyarország. Én nem akarom én dicsérni Romániát, de vannak dolgok, amiket el kell ismerni. Itt egy másik hír, ami 2022. július 1-jei, és nyilván a magyar kormány gyorsan kiadta, hogy a magyar államadósság kétszer nagyobb mértékben csökken a következő években, mint az uniós átlag, írta Varga Mihály pénzügyminiszter. Hát meglátjuk, most 76-80% körül van, aztán, hogy mire fog csökkenni, és mi lesz az egy másik kérdés. És ugye itt van a következő hír, ami szintén még ezt a témát járja körül. MTI hír 2022. június 22, hát a másik az előző, az júliusi volt, és Varga Mihály gyorsan hozott egy pozitív hírt, hogy milyen jó lesz, mert ennyivel meg ennyivel nő. Itt meg azt írják, hogy elképesztő a magyar deficit, 2,5 milliárd euróval nőtt az államadóság negyed év alatt, tehát a magyar államadóság. Ugye ez a dezinformációzás, meg ez a mondjunk rossz hírt jóba csomagolva, vagy mondjunk jó hírt folyamatosan úgy, hogy kihagyjuk a rossz részét. Tehát a kormány, és azért mondom, hogy a kormány, mert nyilvánvalóan a közmédiát teljes mértékben
azt a részét, amelyik felett hatalma van, azt a magyar kormány irányítja, és megmondják azt, hogy mit lehet mondani, és mit nem lehet mondani, mit kell mondani, és mit nem szabad, mit nem kell mondani. Úgyhogy teljes a megvezetettség. Nincs ma Magyarországon olyan média, ami hiteles híreket közölne, akár az ország állapotát tekintve, vagy bármit tekintve. Itt, igen, ez is ehhez kapcsolódott, hogy nem csak mondtuk, meg is valósítottuk, ez ugye szerintem még a Varga Mihály féle hírhez kapcsolódik, hogy a magyar költségvetés hiánya 7,5% helyett 6,8% lett. Hát ugyanazt tudom mondani, hogy egyik hír ezt mondja, másik hír azt mondja, és akkor ember legyen a talpán, aki kihámozza belőle a valóságot és az igazságot. Ugye ez romániai hír, hogy nehéz helyzetbe kerülhetnek a mikrovállalkozások a megnőtt, megemelt adóterhek miatt, munkahelyek, vállalkozások szűnhetnek meg a pluszterhek miatt. Hát ez nem csak Romániára érvényes, hanem nyilván Magyarországra is, sajnos, hogy ugye én azt látom, hogy amikor gazdasági problémák vannak, vagy van egy válság, akkor az a kormány sok esetben azt csinálja, hogy arról kommunikál, hogy aj, mi megbentjük a dolgozókat, meg az embereket, és rezsicsökkentés, meg ilyen, meg olyan. Ugye a rezsi esetében láttuk azt, hogy a gáz például 2-3-szor annyiba kerül Magyarországon, mint az előbb felsorolt országokban, akár Bukarest, Brüsszel, Zágráb, Pozsony, Berlin, miket mondtam az előbb, melyik városokat emlegettem. Igen, itt van, közben még látom is. És tehát a valóság az homlokegyenest az ellentéte annak, amit a kormány mond. Ugye itt is az történik, hogy az átlag emberekről húznak le még egy bört. Magyarországon hát nem tudom mennyire a multikat, meg ezeket, azokat mennyire adóztatják meg, de nekik nyilvánvalóan meg sem érzik ezeket a plusz adó terheket. Még egy mikrovállalkozás vagy egy család az nagyon komolyan megérezheti ennek a hatását. Itt egy hír, kaptam egy ötletet, ki mit szól hozzá, lakossági fórumon számon kérni a parlamenti képviselőinket, és esetlegesen leváltani őket. Nem lehet leváltani a parlamenti képviselőket, a Magyarország törvénye nem teszi, alaptörvény, vagy a magyar rendszer nem teszi lehetővé azt, hogy az országgyűlési képviselők visszahívhatók legyenek. A magyar lakosságnak egyetlen egy lehetősége van, 4 évente elmegy, behúzza az X-et, oda, ahova gondolja, aztán 4 évig csönd legyen, ne próbálkozz semmivel, ugye a népszavazási dolgok sem szoktak eredményre vezetni, a tüntetések sem vezetnek semmiféle eredményre, úgyhogy ez egy ilyen picit ilyen bugyuta felvetés volt a posztoló részéről, mert ő sincs tisztában a valósággal. No, hát ez egy külön érdekes téma, Magyarországon nem olyan régen megszavazták, jönnek a főispánok és vármegyék. Hát nem tudom, tehát egy válsághelyzetben pont azzal foglalkozni, hogy most ki a főispán, ki a vármegye, vagy minek nevezzük el a területi egységeinket. Ráadásul ezek az elnevezések egy olyan korszakot idéznek a magyar történelemből, ami nem biztos, hogy túl szerencsés volt. Még szerencse, hogy nem elvtársak és mit tudom én, milyen elnevezéseket hoznak vissza, bár lehetne az is. Úgyhogy nem tudom, én ezt ilyen hátradőltem, és ilyen értetlen mosollyal néztem, hogy most ez vajon egy kísérlet, hogy mi az, amit még le lehet nyomni az emberek torkán, és meddig tudjuk feszíteni azt a húrt, és hogyha még ez is átmegy, meg az is, meg amaz is, akkor egyre jobban belátja a hatalom, hogy hát kérem szépen, itt bármit megtehetünk ebben az országban, bármit megcsinálhatunk az emberekkel, mert úgysem tudnak, és úgysem akarnak semmit tenni ellene. Ugye... Romániában a kormányon lévő RMDSZ teljesen magára hagyta a magyar költségeket, közösséget, magyar családokat. Európában egyedül a magyar kormány védi erős árkorlátozással a családokat, írja a Székelyföld ma.
hát nem tudom, ez a Székelyföld ma, ez valami, és egy narancssárga lábas van a tűzhelyen, hogy ez valami ilyen Fidesz szimpatizáns, vagy Fidesz akármi, hát az épp az előbb mondtam azt, hogy a lakossági gázára, a Pakson termelt villanyára mára mennyivel drágább, mint amennyibe kellene, hogy kerüljön. Hát ez a magyar kormány propagandának az egyik eredménye, hogy az emberek tényleg elhiszik, hogy őket megvédték. Ugye itt szintén a villanyárammal kapcsolatosan valaki posztolt egy bejegyzést, hogy múlt havi floridai villanyszámlájuk 1143 kWh fogyasztására fizetett 127 forintot, vagyis 44 forintot fizetett 11 kilowattként, vagy nem is tudom, hogy van. Tehát ez piaci alapú ár, semmi rezsicsökkentés, és Magyarországon miért lesz 250 forint fölött 1 kilowatt ára? Na mindegy. Ugye jönnek a nemzetközi példák, hogy hol mennyibe kerül a gáz, a villany, és akkor ezek néha ellentétben vannak, sok esetben ellentétben vannak azzal, amit a magyar kormány önmagáról, meg ezekről állít. Ez egy érdekesség, összetettebben látják a világot azok, akik fiatalon sok irodalmat olvastak. Ez való igaz, tehát az általános intelligenciához, a beszédkészséghez, a szókincshez, mindenhez nagyon nagy mértékben hozzájárul az, hogy mondjuk az ember gyerekkorában, vagy fiatalkorában, vagy később is akár mennyit olvas, mert egyszerűen egy másfajta impulzus éri az agyat, egy másfajta impulzus éri az embernek a lelkületét, a készségeit. Szomorú, de ugye ma már ott tartunk, hogy felnő több olyan generáció, aki egyáltalán nem olvasott fiatal korában, a vizualitását tekintve a virtuális valóságok teszik ki az ő ingerenciáját, vagy inger szintjét, ugye a számítógépek, okostelefonok és a többi televízió, és nem vesznek a kezükbe könyvet. Én is kevesebbet olvasok, mint amennyi az elvárt lenne, de azt tudom, hogy például gyerekkoromban és fiatalkoromban nagyon sokat olvastam, és érzékelem is ennek a hatását, akár a mindennapok során is, akár egy beszélgetés során, akár értelmezés során. Ma már emberek egyszerű szövegeket is néha nehezen értelmeznek, tehát elmond az ember egy tök egyszerű mondatot, amiben benne vannak a dolgok, és akkor így nézi, hogy nem érti, hogy mit mondtam, mi van. Na mindegy, szóval nem tudom, merre halad a világ. Egy barátom, egy öreg barátom mondta, hogy a világ elbutulás fázisában van. Hát igen, ezt látjuk, hogy főleg az úgynevezett nyugati demokráciák típusú, vagy nem is tudom, de nem tudom, lehet, hogy Kínában is ugyanez a helyzet, ahol mindenki laptop, meg telefon, meg számítógép, meg tévéfüggő, hogy egyre jobban az elbutulás stádiumába kerül. Most már jó régóta beszélek, mert ugye egy hónapja nem csináltam ilyen műsort, de nem akarok már nagyon-nagyon hosszút, úgyhogy maradt itt még néhány hír, amiket elteszek majd későbbre, és most ezzel itt lezárom ezt a gondolatmenetet, amit itt hosszasan mondtam. Ha tetszik a csatorna, iratkozzatok fel, nézzétek meg a többi videót is, osszátok meg. Köszönöm szépen a figyelmet. Így ígérem, hogy a következő fészbontóra nem kell egy hónapot várni, bár most megint az lesz, hogy elutazunk majdnem másfél hétre, úgyhogy augusztus közepe vége felé fogok tudni legközelebb ismét műsort csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes nyarat a hátralévő időre, vigyázzatok magatokra, ne fogadjatok el mindent konkrét készpénznek, amit a Facebookon találtok, hanem próbáljatok meg utána gondolni, hogy mi lehet a valóság egy-egy hír mögött, egy-egy poszt mögött. Sziasztok!